Kedves mérleg, június első fele. Nézzünk pozitív eseményeket és negatív eseményeket. Az univerzum tanácsai. Pozitívum, jaj, de jó. Egy bizonyos harc, ami úgy vesztésre állt. Egyszerűen most lesz egy új esély, megnyerni azt a harcot. Egy új lehetőség. Csodálatos pozitívum valakinek. Következő pozitívum. Jaj, de jó, kettő darab erős kártya, az egyik nagy árkánum maga a szerencsekerék. És az ász, először is a botok ásza, hát ez maga a varázspálca. És az ász, az mindig még erősíti a mellette lévő kártyát. Tehát a szerencsekerék, ez még erősebb lesz. A szerencse, hát ez nagy szerencse. Az ász, ez új lehetőség. Fordul a kocka, fordul a szerencse, forgandó. És most érdemes elkapni azt a bizonyos szerencsés spirált és felemelkedni. Tehát itt bármilyen szerencséről van szó. Valakinek ez egy nyeremény, valakinek egy nagyon jó ajánlat, valakinek ez egy utazás lehet, egy nagyon jó nyaralás, de ez itt erős energia tombol, tehát úgy akarjátok is ezt, és ezt ha elfogadjátok ezt a szerencsét, akkor bizony, hogy ez így pörögni fog. És energikusak lesztek. Következő pozitívum, de jó, a következő pozitívum, oj, de jó, valakinek érdemes belevágni valami újba. Olyan újdonság ez, a nulláról kezdődhet. És bizony ez fogja hozni az anyagi sikert, az anyagi bőséget. Negatívum. Külön figyelmeztetés valakinek, harc a pénzért. Sőt, ez akár családi harc lehet, megint csak a pénzért. De akár értékek is lehetnek. Tehát az érmékhez az értékek is tartoznak. Következő negatívum. Nem lesz előrehaladás most egy bizonyos munkában, vagy a tanulásban. Lehet valakinek pótvizsgáznia kell lesz, ilyen is van. Következő negatívum. Következő negatívum, itt bizony, hogy lehet a háttérben egy titok. Valamit el akartok kezdeni, valamilyen új dolgot, bele akartok vágni, de a háttérben mégiscsak van valamilyen titok, amiről még nem tudtok. Érdemes erre odafigyelni. Nézzünk még egy tanácsot. Csodálatos kártyalap, még egy kilences. Azt tanácsolja ez a kártya, a kelyhe kilencese, hogy élvezzétek az életet. Merjetek találkozni a barátokkal, úgymond szocializálódni, így is mondhatnám. És élvezzétek a baráti társaságot. Ne legyetek egyedül. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!